próbáltunk kiszakadni a már elmúlt években megszokott online konferenciákból, és egy rendhagyó módon, rendhagyó dolgot szerettünk volna alkotni, ugye ezért is települtünk ki ide a Kite Derecskei növényházába, és innen folytattam rá a beszélgetést különböző gyakorló szakemberekkel gyakorlati témákban. Az első két beszélgető társam a kertészeti konzultáció során Sira Márk volt, a Kite kertészeti üzletág igazgatója és Tóth János területi szakmérnök kollégám, és velük arról beszélgettem, hogy hogyan látják a zöldségágazat múltját, jelenét és jövőjét, illetve mire számíthatnak a fogyasztók, illetve a termelők a következő hónapokban, években. A kertészeti konzultáció során, ugye, ahogy ígértük, beszélgetünk gyakorló szakemberekkel is, így vendégeim voltak többek között a Délkertésztől Gulyás János, növényvédő szakmérnök, a Kitétől Szárai Zoltán fejlesztőmérnök és szakmérnök kollégám is a második részben is beszélgető partnerem maradt. Itt a hajtatásra tértünk ki, és a hajtatásban felmerülő gyakorlati kérdéseket, a biológiai alapú növényvédelem kérdéseit jártuk körbe, méghozzá úgy, hogy gyakorlati szempontból Gulyás János elmondta, hogy hogyan lehet a biológiát együtt használni a konvencionális készítményekkel, jelen esetben a Cyazypyr készítményekkel, tehát a Verimarkkal és az eseti engedéllyel rendelkező Beneviával. Ugye a bevezetőben, a kérdezeti konzultáció során említettem, hogy innen indult a Cyazypyr termékek magyarországi fejlesztése. Szárai Zoltán, a Kite fejlesztőmérnöke ismertette, mondta el azt, hogy a Verimarkot hogyan kell pontosan felhasználni, mire kell figyelni. De Szárai Zoltán kitért arra is, hogy milyen vízmennyiséggel és milyen állományokban lehet jól felhasználni a Verimarkot, illetve hogy lehet azt figyelemmel követni, hogy az állomány egységesen kap a Verimarkból. Ezért érdemes visszanézni, újra megnézni ezt a kertészeti konzultációt, amelyet megtalálnak az FMC Agro honlapján, illetve a YouTube csatornáján. Nagyon élveztük mi is, hogy kitelepülhettünk ide a Kite ZRT Derecskei növényházába. Megpróbálunk jövőre is önöknek hozni egy olyan helyszínt, ami közelebb hoz minket a termeléshez, a gyakorlathoz. Lássuk meg, hogy mit hoz a jövő.